Október 15-én országosan is kezdetét vette a fűtési szezon, és minden évben figyelmeztetnek a szakemberek, hogy a hideg beköszönte előtt érdemes ellenőriztetni a fűtőeszközeinket, mert sokszor kiderülnek az átvizsgálások alkalmával, hogy nem megfelelően működnek, és sok esetben okoznak lakástüzeket. Ezeket nagyon fontos, hogy megelőzzük, hiszen nem csak személyisérüléssel járó tűzesetek vannak, hanem bizony komoly anyagi kárral is járhat egy-egy ilyen lakástűz. Ezért nagyon fontos, hogy már akár a nyári hónapokban is tudatosan készüljünk a fűtési szezonra, és vizsgáltassuk át a tüzelő és a fűtőberendezéseket, és természetesen az is ugyanilyen fontos, hogyha valamilyen hibát észlelünk, vagy a szakember valamilyen hibát tár föl, akkor ezeket a hibákat feltétlenül javítsuk ki. Fontos, hogy ne házilag, ne mi javítsuk ezeket a berendezéseket, hanem mindig bízzuk a javítást szakemberre. A tüzelő és a fűtőeszközök mellett rendszeresen felhívjuk a figyelmet arra is, hogy fontos, hogy a hő- és füstelvezetők, valamint a kéményeink állapota is megfelelő legyen. A legfontosabb szabály, hogy háztartási hulladékot ne dobjunk a tűzbe, mert károsíthatja a tüzelő és fűtőberendezést, másrészt pedig a kémény falán lerakódó koromréteg meggyulladhat. Ahol fával fűtenek, ott évente, ahol gázzal, ott pedig két évente ajánlott a kéményseprés. A megelőzésnek fontos szerepe van, nagyon könnyen tenni tudunk otthonunk védelmének az érdekében. Életmentőek lehetnek a hő- és füstérzékelők. Sajnos azt tapasztaljuk, hogy egyáltalán nincs a háztartásokban ilyen berendezés felszerelve, pedig ezek már a legkisebb füstöt is észlelik, és azonnal riasztanak bennünket. Mindig az idő a legfontosabb tényező a tűznél. Ha időben kimenekülünk, akkor sérülések nélkül megúszhatjuk a tűzesetet, illetve azonnal tudjuk hívni a tűzoltókat is, akik a jelzést követően perceken belül megkezdhetik az oltást, megelőzve ezzel a nagyobb károkat. A fűtési szezon másik veszélye, amely ugyan egyébként egész évben jelen van, az a szénmonoxid. Nagyon sok esetben emelkedik meg a szénmonoxid koncentrációja a lakásokban, például akkor, hogyha nem megfelelően működnek ezek a tüzelő- és fűtőberendezések. Az adatok azt mutatják, hogy a fűtési szezonban általános jelenség, hogy növekszik a lakástüzek száma. Az emberek több időt töltenek otthon, többet főznek, többet kell világítani, intenzíven kell fűteni. Ezért elengedhetetlen, hogy biztonságos és megbízható berendezésekkel fűtsük otthonunkat.